gyümölcs, zöldség, stb. Hát égbe kiáltó árak, nem fér bele? Napjaink egyik legégetőbb problémája az infláció, ezért megkérdeztük az utcaemberét, mit gondolnak a megnövekedett árakról, kellett-e már bizonyos termékekről lemondaniuk, és hogy tartható-e szerintük az árstopp. Tartsatok velünk! Önnek mostanában mennyibe kerül egy nagy bevásárlás? Hát nagyon sokba. És mennyi ideig tart ki? Hát egy-két nap. Attól függ, hogy ilyen nagyobb bevásárlásról vagy kisebbről beszélünk. Egy nagyobb. Hát egy nagyobb bevásárlás általában heti szinten szoktuk megejteni. Kis családról beszélünk, hiszen feleségemmel vagyunk egy háztartásban. Ez minimum egy ilyen 10-15 ezer forint között szokott alakulni. És most ezt úgy vett, hogy ilyen akciókat mindent figyelembe veszünk, és általában úgy választjuk ki, hogy éppen hol vásárolunk és mit. Hát mivel egyedül vagyok, tehát ez hétvégén nem férek bele az 5000-be. Hát én minden nap szoktam jönni bevásárolni, és nekünk általában ilyen 5 és 10 ezer forint között van a napi bevásárlásunk. Én nem tudom, itt azt mondják, hogy körülbelül 10% körüli infláció van, de én ezt sokkal többnek érzem. Tehát én azt látom, hogy amiket én vásárolok, azoknak az ára sok esetben 20 vagy akár 30%-kal is többbe kerül. Mondjuk ezelőtt, na ne vegyük olyan túl rég, vegyünk csak egy 10 évet. Ha egy hétvégi bevásárlás nekem 4 személyre belefért az 5000, hát most magamra nem fér bele. Hát ez azt hiszem mindent megmond. És az a baj, hogy a fizetés nem emelik, az árak mennek felfele, és fizetés meg semmi. És nagyon sokat kell érte dolgozni. Jóval följebb ment, tehát előtte azért mondjuk azt, hogy szerintem egy ilyen 20%-kal olcsóbban tudtuk kihozni a dolgokat. Tehát az alapélelmiszer árak ugye ugyanúgy növekedtek, teljesen mindegy, hogy most árstoppról beszélünk, mert nem hiszem, hogy ezzel kellene alapvetően megoldani a dolgokat. De hogy ezt leszámítva nem az látszik, hogy kedvező lenne a helyzet, hanem egyre drasztikusabb, hogyha fogalmazhatunk így szerintem. Én eddig is kerestem, meg eddig is odafigyeltem az elmúlt pár évben, figyeltem az árakat, és most is figyelem. De főleg én ezt az áremelkedést én már rögtön január elején éreztem, tehát amikor én bejöttem, és akkor néztem, úgyhogy ez a múlt héten még két nappal ezelőtt teljesen más áron volt. Én azt érzem, hogy annyira drága lett minden, és nem tudom, hogy fogom tudni tartani ezt a dolgot valószínű, hogyha a bevételeim nem fognak ehhez igazodni, akkor nem fogom tudni tartani. Mi volt ami leginkább lesokkolt? Melyik volt az a termék? Aminek az ára az utóbbi hónapokban fejbe kóringott? Mondanám azt, hogy melyik nem inkább, de egyébként pont a tejtermékek. Tehát, hogy az ilyen vaj, akkor a vajkrémek, a sajtok, tehát hogy brutális. Tehát, hogy ilyen, én nagyon nagy sajfogyasztó vagyok, és mindenfajta féle sajtot nagyon szívesen fogyasztok, de ilyen áron nem biztos, és ez az, amit még hozzátennék, hogy muszáj volt egyszerűen lejjebb adni, mert nem szívesen adok ki ennyi pénzt sajtra. Engem nem. Engem a csirkeláb, csirkeszárny. Ez sokkolt meg, mert valahogy ugye nem kilószámra veszem, hanem darabra, és így fel se tűnt. De amikor megnéztem a kilóárat, az sokkolt. Például amíg egy 50 grammos rúgi volt X összeg, most egy 30 grammos kerül annyiba. Hát így is megveszem, csak természetesen nem annyit. Nem kellett még lemondani a semmiről. Hát sajnos. Le kellene, hogyha nem lenne volna a tartalékom. Tehát, hogyha lenne tartalék, akkor később jelentkezne az infláció az embereknél. Tehát ezek a dolgok később jelentkeznének. Hát igen, előtte megvettük a vajkrémet, és akkor úgy voltunk, hogy adott márkát, tehát hogy márkahűek voltunk, fogalmazhatunk így. Megvettük, de nem fogom 550 forintért ugyanazt a vajat megvenni, amikor előtte 350 forintért vettem. Hát igen, megválogatom, hogy melyik mit vegyek, meg mit nem. Volt, amiről le kellett mondania? Hát volt. Miről? Gyümölcs például. Ugye idáig azért jöttünk ide, mert olcsóbb a kenyér. Most már az a kenyér is, ami majd 300 forint volt, most 500 forintba kerül. Van az első, ha begyövök, megyek a hűtőhöz, ott mi van leárazva, hogy a gyereknek ott olcsóbb mit tudok venni. Túrórudit, joghurtot, ezt, mert a gyereknek kell. Nem éhezhet a gyerek. Mennyiben silányul el az embereknek a fogyasztása, mennyivel lesz egészségtelenebb a fogyasztás az infláció következtében? Hát figyelj, aki egészséges, na,
pénztárcához mérten megy szerintem a történet, de mivel most mondhatjuk azt, hogy Európán belül szerintem nem a magyar átlagjövedelem az, ami a legmagasabb, ezért azt kell mondanom, hogy itt eléggé el fogunk menni a negatív irányba, és inkább az árérték arányba, árba fognak gondolkodni az emberek. Idáig is a magyar lakosság zöme nagyon rosszul táplálkozott. És önök ennek hatására jobban elkezdtek spórolni egyébként? Jobban odafigyelnek a költéseikre? Még ahol gyerek nincs, ott is meg kell gondolni, hogy hova adja a pénzét az ember, hova ne. És nagyon nehéz. Az üdülésről meg ne is beszéljünk. Mondom, kocsit nem tudjunk venni, pedig mióta fáj az autója a szívünk. És nem tudjunk venni. Mit gondol egyébként ez az árstopp, ez jó találmány? Nem. Pillanatnyi megoldás néhány embernek, igen, de hosszú távon nem. Megvan az a réteg, akinek ez szükséges. Tehát biztos, hogy benne vannak azok a nyugdíjasok, akik olyan minimális összegből élnek, hogy nekik nagyon sokat számít ez az árstopp. Összességében nem tudom, hogy én sem azokat a termékeket veszem. Azt hiszem, a csirkemere van, ugye? Igen. Na, hát például mi azt teszünk, csirkemellet teszünk, de nem az árstopp miatt. Árstopp. Meddig lesz? Majd utána meg június 1-ével meg majd szökik fel 5-600 forintra a liszt. Mire számít, hogyha vége lesz az árstoppnak? Mi lesz akkor? Hát nagyon rossz. Nagyon rossz. Biztos a nagyok gondolkoznak rajta, de hogy jó irányba viszik-e vagy sem, azt már nem állítom. Hát rosszabb lesz. Még jobban elszabadulnak az árak. Üzemanyag ár miatt az élelmiszerárak is sokkal jobban el fognak menni, szerintem. Mikor lesz vége szerint? Ennek nem lesz vége mostanában biztos. Ez mennyire befolyásolja a nyaralási terveket? Mi nem megyünk nyaralni. Szépen lassan a család elérte azt a szintet, hogy egyébként megtehetjük azt, hogy elmenjünk nyaralni. Azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sokat kell ahhoz spórolni, hogy ezt megtehessük. Inkább rövidebb nyaralásokról fogunk beszélni, tehát hosszú hétvégékről. Nem fér bele egyszerűen, ha lemész a Balatonra, az, hogy a 200-szorosával növekedett meg valaminek az ára, tehát egy lángos onnan indul, hogy 1000 forinttól az alap lángostól indulunk. Amíg van benzinástop, addig már ki kell menni, nem? Hát figyelj, addig kell megoldani, mert utána nem tudjuk, hogy mi lesz itt a jövőben, de igen, addig biztos, hogy az segít, de hát nem hiszem, hogy júliusig bárki is megugrana azt, és nem hiszem, hogy július után tartani fogják ezt az árstoppot. Nagyon remélem, hogy nem, mert annál csúnyabb lesz a vége.